A falfestéket kaparják le éppen a városházáról. A szakemberek úgynevezett falkutatást végeznek az épületen. Ugye látszik is, hogy kaparják a homlokzaton lévő festékfelületeket, azokat távolítjuk el. Falkutatásokat végzünk, annak megfelelően fog eldőlni, hogy az épületnek pontosan milyen színe lesz majd ezek után. Közben a nyílászárók cseréje is folyamatos, ugyan az elmúlt években az ablakok nagy részét már kicserélték a szakemberek, néhány még hátra van. A városháza felújítása alatt a munkavégzésben nincs szünet, a hivatal több mint 300 munkatársa ebben az épületben dolgozik. Ez év december vége a határidő, tehát egy viszonylag gyors rohamba kell a kivitelezőnek ezt végigcsinálni, aminek nagyon fontos, hiszen a ház működik, több mint 300 köztisztviselő végzi a munkáját napi szinten az épületben, úgyhogy bízunk benne, hogy rövid időből megújult munkakörnyezetbe térhetnek vissza a kollégáink. A beruházás uniós forrásból 1,2 milliárd forintból valósul meg, ezt egészítette ki az önkormányzat saját költségvetéséből annak érdekében, hogy a felújítás teljes körű legyen. Európai uniós forrásból újul meg, illetve ezt kiegészítette az önkormányzat egy olyan forrással, ami olyan munkák elvégzésére kerül elköltésre, amiket nem tudtunk ebbe a projektbe elszámolni és megvalósítani. Ez alapvetően egy tetőfelújítást, homlokzatfelújítást, szigetelést, ahol nem történt meg, ott nyílászáró cserét jelent. Az épületen jelenleg vízszigetelést végeznek a munkások, de a városházára napelemes rendszert is telepítenek, és korszerűsítik az elektromos hálózatot is.